Sajnos az elmúlt években gyakorlattá vált az, hogyha a kormány valamiféle mindennapi életet, tehát munkavállalók és vállalkozások mindennapi életét befolyásoló döntést hoz, legtöbbször elmarad a részletes egyeztetés, és nem végeznek kutatásokat arra vonatkozólag, hogy ez milyen hatást fog kiváltani. Ilyen esettel állunk most is szemben. A Mi Hazánk munkaügyi kabinetét számos kis vendéglős kereste meg azzal, hogy július 1-től be fogják vezetni az úgynevezett N-TAC rendszert. Mi is ez a rendszer? Ez tulajdonképpen egy informatikai rendszer, egy szoftver, amely arra hivatott, hogy pontosan számon tartsa az árukészletet, hogyha eladásra kerül sor egy-egy termék, akkor azt is jelzi, a NAV-nak is megkönnyíti az ellenőrzést, csak hogy az érem másik oldala az, hogy ez nagy éttermek számára lett elsősorban kifejlesztve, ahol számozott asztalok vannak. Kisebb büfékben, kocsmákban ilyen lehetőségek nincsenek, tehát nem tudják kellőképpen kihasználni ezt a rendszert, illetve kérdésként merül föl, hogy hogyan tudják ezt használni egyáltalán. Másrészt viszont ennek a rendszernek a bevezetése elmondások szerint akár több százezer forintba is kerülhet, és van neki ezen túlmenően havidíja, nem beszélve arról, hogy be kell tanítani az alkalmazottakat, és akkor, amikor a rezsimegszorítások korát és az infláció korát éljük, illetve emlékeztetnék rá, hogy a Covid ideje alatt a lezárások alkalmával pont a kis vendéglősök sínylették ezt meg a leginkább, ilyen helyzetben a Mi Hazánk mozgalom méltányosságot szeretne a kis vendéglősök számára, tehát gondolják át ezt az N-TAC rendszert olyan módon, hogy ne egy egységes szoftver legyen, hanem vegye figyelembe a helyi sajátosságokat, például egy büfé esetében, ahol nincsenek számozott asztalok, illetve vegyék fel a kapcsolatot velük, és valamiféle anyagi kompenzációt nyújtsanak a rendszer bevezetése érdekében, mert nem szeretnénk, hogyha egy újabb olyan döntés születne, egy átgondolatlan döntés, amely a magyar kisvendéglősöket hozná még nehezebb helyzetbe.